Folyik a musta présből, elindult Magyarország első szürete, ezúttal Pécsett az Egyetem Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetének birtokán. A főborász kérdésünkre elmondta, hogy 10 nappal korábban kell a Pécsett nemesített fajtákat leszedni, hogy a bor minősége idén is megfelelő maradhasson. Az augusztusi szüret egyébként az intézet által termesztett fajtáknál nem szokatlan, de most extrém hatások érték a szőlőtőkéket is. A megszokott kiemelkedő területek most lehet, hogy nem lesznek annyira kiemelkedőek, és a kicsit szerényebb adottságú területek pedig lehet, hogy felértékelődnek, ahol eddig pont a több nedvesség miatt, tápanyag gazdag adottságai miatt nem volt olyan koncentrált a bor. Az aszály nem, de a sok napsütés kedvezett a Silver, a Zenit és a Pécsett nemesített jázmin fajtáknak, így ezeknek a tőkéi mellett csattogtak először a metszőollók. Gyorsan kell dolgozni, hiszen az aszály tart, és az időjárás nem kedvez egy ponton túl a bornak. Ipocs Szabó István már hetek óta egyre gyakrabban kóstolta a termést. Mint mondta, a szület időpontjának eltalálása érzékeny mozzanat. Heti mintázással szemben a 3-4 nap, tehát heti 2-t nézünk, és most is hétfőről már 2 grammal csökkent a savtartalom, ami elég jelentős mennyiség, máskor az egy 7-10 nap alatt történt, tehát szó szerint napra készen kell követni a szőlők érettségét. A termést, valamint a borász és szőlés szakembereket Kvandok Frigyes, a Pécsi Egyházmegye általános helynöke áldotta meg, hogy, mint mondta, a szület eredménye, vagyis minden csepp 2022. évi bor a pécsi vidék kiemelkedő értékét hordozza.